Ezentúl ilyen kényelmes székekben tölthetik a pihenő idejüket a páciensek a kezelés előtt és után a szemészeti osztályon. Itt az ellátás világszínvonalú és a várólista a legrövidebb az intézményben, emelte ki a főigazgató. Kis csapattal, viszonylag szűk területet foglalva az intézmény tényleges fizikai hálózatából hatalmas teljesítményt nyújtanak, hiszen évi 4000 beteget látnak el, hasonlítanám az évi 64-65 ezerhez, amit a 36 osztály összesen lát el. Tehát egy nagyon nagy forgalmú, nagyon intenzíven dolgozó, nagyon magas technikai színvonalat és szakmai színvonalat nyújtó osztály. Az egy szerencsés dolog, hogy egy szemműtét az rövidebb ideig tart, mint mondjuk egy csípő, nagyüzleti protézis műtét, ez a személyzetnek a szerencséje, de az nem, semmiképpen nem szerencse, hanem tudatos felépítés, hogy idáig eljutottunk, amire még büszkék vagyunk a szakmaitás felett, hogy az országban egyik legrövidebb várólistát sikerült most már előállítanunk. Az osztályon kicserélték a légkondicionáló berendezéseket, a kortermeket kifestették és új bútorokkal rendezték be a helyiségeket. Ez a fejlesztés azt teszi lehetővé, hogy a betegek a műtéttel járó és az osztályos kezeléssel járó diszkomfort és stressz élményét jelentősen oldjuk. Ez a légkondicionált helyiség már nagyon-nagyon igényelt, ez a két helyiség pontosabban már nagyon nagy szükség volt rá, hiszen nyaranta nagyon felszalad itt a hőmérséklet. Másrészt, mivel nagy a betegforgalom, itt azért a betegeket el is kell tudni méltóképpen helyezni. Azt tudom mondani, hogy a betegek részéről a próbaidőszakban nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, főleg azoktól, akik megtapasztalták a korábbi elhelyezési lehetőségeket. Az osztályon az elmúlt években előtérbe kerültek az úgynevezett egynapos műtétek. Az itt kezeltek csaknem kétharmada ilyen beavatkozáson esik át. Egynapos sebészet, ez nagy teret nyert az utóbbi időszakban, a kormányzatunk is és az egészségügyi vezetés is preferálja ezt az ellátási módot, hiszen jelentősen csökkenti egyrészt a betegek számára azt a megterhelést, amit egy kórházban való eltöltött időszak jelent, másrészt hatékonyabbá teszi a korlátozottan rendelkezésre álló kapacitásokat. Tehát több napig nem foglalja azt az ágyat helyett egy beteg, hanem gyorsan el lehet hagyni a kórházat, másnap már a következő beteg érkezik a műtétre. De ennek az volt a feltétele, hogy egy olyan komoly technológiai forradalom menjen végbe az adott szakmákat illetően, amely ezt lehetővé teszi, hogy a betegeket biztonsággal haza tudjuk bocsátani. A 23 millió forintos fejlesztést egy szemészeti eszközökkel és gyógyászati termékekkel, technológiákkal foglalkozó cég finanszírozta.